Dr. Újhely István Facebook bejegyzése. Bajer Zsolt fideszes pártpropagandista mai cikkében az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának egyik hölgytagját, Marian Olicht, maguk fajta hülyének, idiótának, kreténnek nevezi. Azon állásfoglalás kapcsán teszi mindezt ez a derékbirtolnok, amely a magyarországi nők helyzetét hivatott rögzíteni. Bajer stílustalan, macsó durvasága pontosan megmutatta, hogy a kormánypárt elitje miként is viszonyul a nőkhöz és a nőjogi kérdésekhez. Amíg a hozzá hasonló fröcsögök fémjelzik a Fidesz ideológiai propagandáját, addig a kormánypártiaknak nincs más dolguk, mint szégyenkezni. És most következik az eredeti bejegyzés szövege a mandiner.hu oldalról. Nem, nem is nem. Nyílt levél Marian Olicht-nak. 2018. május 16. 6 óra 42 perc. Bajer Zsolt. Magyar idők. Soha nem fogunk hozzáhűlni magukhoz. Ezt vésse jól az eszébe. Így rohangáljon fűhöz fához a kretén jelentésével együtt. Maguk gyűlölik a saját fajtájukat épp úgy, mint azt a bizonyos nem létező népet, maguk gyűlölik Európát, gyűlölik a vallást és az egyházat, kivéve, a muszlimokról van szó, bizony, manapság már a zsidók szabadsága sem érdekes, gyűlölik a normalitást és a szabályokat, gyűlölnek mindenkit, aki nem teljesen hülye, vagyis aki nem hasonlít magukra. És akkor most nagyon figyeljen, soha, de soha nem fogunk hozzáhűlni magukhoz. Ezt vésse jól az eszébe. És pontosan így rohangáljon fűhöz fához a kretén jelentésével együtt. Világos.